Megemeli a magyar kormány a marosmezőségi gazdaságfejlesztési programra szánt keretösszeget. A döntést a pályázata vártnál jóval nagyobb népszerűségével magyarázzák. Idén 526 mezőségi vállalkozó és gazdálkodó nyújtott be pályázatot. Az igényeknek mintegy 90%-át tudják támogatni. A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium által elindított gazdaságfejlesztési pilotprogram keretében helyi gazdák és vállalkozók pályázhattak eszközbeszerzésre, kis- és középvállalkozások támogatására és földek telekelésére. Kozma Mónika, a programot működtető Proekonomika Alapítvány ügyvezető igazgatója elégedett az elért eredménnyel. Mind a három pályázati kategóriában egészen nagy arányban pályáztak fiatalok is. Erre tényleg azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy meg tudtuk szólítani őket. Természetesen kiemelten a mezőgazdasági eszközök beszerzésére, a magánszemélyeknek szóló mezőgazdasági eszközbeszerzéses kategóriában tudom azt mondani, hogy ott is nagyon szép arányban pályáztak a fiatalabb korosztályból is. A sikeresen pályázók névsorát rövidesen kihirdetik. A támogatási összegek utalása 2018. január és március között meg fog történni, jelentette ki Magyar Levente miniszterhelyettes. Elmondása szerint a jövő évi pályázatról is folynak az egyeztetések, várhatóan kiterjesztik más régiókra is. Decemberben ki fogjuk hirdetni a végeredményét ezeknek a pályázatoknak. Én úgy látom, hogy mintegy 90%-uk meg is fogja kapni a támogatást, mert jó, kifejezetten jó minőségű anyagokat látunk, és jövőre ennek megfelelően az a célunk, az a tervünk, hogy a sokszorosára növeljük a támogatottak számát és a támogatási keretösszeget. A miniszterhelyettes kiemelte a román fél pozitív hozzáállását. Hangsúlyozta, a pályázatokból nem csak a gazdák és vállalkozók, hanem az egész román gazdaság is profitálni fog.